Énekzene tanítás, tehetséggondozás. Ez az a terület, amiért egy tudományos pályamunka sikert aratott, és elnyerte vele az Országos Pedagógus Kutatói Pályadíjat dr. Varga Ildikó, a Pécsi Jurisics Miklós utcai általános iskola énekzene szakos tanárnője. A pedagógus nyertes pályamunkájának címe egy fejlesztő és tehetséggondozó koncepcióról, a megvalósítás első 3 évéről és a megvalósítás tapasztalatairól. Ennek célja az volt, hogy a tantárgyal kapcsolatban létrehozzon egy olyan dolgot, ami segíti a gyerekeket a zenén belül a fejlődésben, a megismerésben és a tehetséggondozásban. Amit én kitaláltam, annak az a lényege, hogy minden gyermekre vonatkoztatható, az összes iskolatípusban használható, úgy mint általános iskola, zeneiskola, középiskola, és nem az a lényege, hogy Gyarmati Éva azt mondja, biztosan hallották már a nézők, hogy a tehetséggondozásnál a régi modell az, hogy leemelik a tehetségeket a piramis tetejéről, tehát aki tehetséges, azt próbálják azonosítani, és őket fejlesztik. Az én modellem fordítva van az ő elve alapján. Tehát az összes gyerek részese lehet ennek a dolognak, a fejlesztésnek, és ebből csúcsosodhat ki egy úgymond tehetség, aki esetleg versenyekre megy, aki esetleg pályának valami zenével kapcsolatosat válasz. A lényeg, hogy nem csak zenei dolgokat segít és mér, hanem támogatja a gyereket a tanulásban, és többféle kognitív képességet fejleszt. Minden tantárgyat képes bevonni, nem csak az éneket. A gyereknek azt a készségét fejleszti, ami iránt ő érdeklődik, amiben a legjobb. A lényege az, hogy a Kodály módszer elé raktam néhány fázist, amivel kiegészítettem a Kodály módszert, ezt minden órán használjuk. És minden órán képezzük a gyerekeket, vagy képzem a gyerekeket, vagy ők képzik magukat ezekbe az irányokba. Tehát például a Kodály módszer nem foglalkozik légzéstechnikával. Nem foglalkozik beszédtechnikával, mert hogy akkor nem volt rá szükség. Tehát abban az időszakban, amikor ez létrejött, akkor ez nem volt lényegi tényező. Most viszont nagyon sok gyereknek stresszes az élete, nagyon nehéz az iskola számukra. Jó, hogyha tanulnak valami olyasmit, amivel nyugodtabbak lesznek. Sok beszéd, problémás gyermek van, sok koncentrációs. Tehát a lényeg az, és a legnagyobb dicsérete szerintem ennek az, hogy a gyerekek szívesen csinálják, és utána valami történik, amiben szintén szívesen vesznek részt. A tanárnő úgy hozta létre ezt a pályaművet, hogy más számára is járható legyen az út. Nem én vagyok az egyetlen, aki ezt meg tudja csinálni, és nem én vagyok az egyetlen, aki ezt a gyerekeknek segítségképpen oda tudja nyújtani, hanem én is tarthatok esetleg ma tréningeket ebből, amit esetleg be lehet vezetni a későbbiekben iskolatípusokba. És talán ezért is kaptam a díjat, mert ennek van perspektívája, vagy legalábbis továbbfejleszthető és bevezethető. A Magyar Tudományos Akadémia elnöke pedagógus munkája mellett elért kiváló tudományos eredményéért október 14-én Országos Pedagógus Kutatói Pályadíjat adományozott dr. Varga Ildikó részére. A Közoktatási Elnöki Bizottság javaslata alapján odaítélt díjban 2024-ben 12 pedagógus részesült. Jó.